Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit! Arra gondoltam, hogy indítok egy új sorozatot, Hangszerbolt Mustra lesz a címe, amiben igaziból csak annyi fog történni, hogy elmegyek a hangszerboltokba, ahol szeretettel látnak, ahova hívnak, úgyhogy ezután is kérem mindenkit, hogyha szeretné, hogy a hangszerboltja megjelenjen ebben a sorozatban, akkor nyugodtan írjon rám, szívesen megyek bárhova. Na szóval bemegyek, körbenézünk, milyen hangszerek vannak, leginkább mik a prioritások, mivel találkozhatok, hogyha bementek oda. Igaziból én amikor még vidéken laktam, akkor sose tudtam eldönteni, hogy ha Pestre jövök, akkor melyik hangszerbolttal kezdjem. Sose lett volna annyi időm, hogy végigjárom az összeset, úgyhogy lehet, hogy ez inkább csak a vidékieknek kedvez, de egyébként meg lehet, hogy olyan hangszerboltokkal is találkoztok, amikben még nem voltatok itt Pesten. Úgyhogy remélem, hogy tetszeni fog. Ha igen, akkor ne felejtsetek el feliratkozni. Nem is tudom. Kezdjük is el. Kezdjük. Sziasztok! Itt vagyunk az első állomáson. A Hangszer Pláza hangszerboltba jöttük. Itt ül velem Monori Tomi, az Sziasztok. Egyik főnök fejes. Egy pár percet vele is beszélgetünk, utána persze körülmegyünk a boltban. Meglássátok, hogy mi merre, hány lépés. Tomi, mióta vagytok? Miért jó ez a bolt? Miért jöjjön ide bárki? Minden mondja. Jó, maga a cégünk az 99 óta van Porondon. Elég régóta, mint a Tajti mozik. Aztán vándoroltunk üzlethelyiségről üzlethelyiségre. Aha. És most gyakorlatilag 6. éve lett ez a nagy üzlet, és ez is folyamatosan alakult ki, mert a tetőn, a harmadik szinten kezdtünk. Igen, ez egy háromszintes épület, igen. Vagy hangszerbolt. Igen. Igen, közel 1000 négyzetméteren vagyunk. Aha. Fönt kezdtünk, aztán szépen, ahogy átalakult itt az alsó rész, meg lett csinálva, úgy költöztünk lefele, majd meg lett csinálva a harmadik rész is. Aha. Nagy négyzetméter, iszonyat nagy választék. Mégis mindig az kell a kedves ügyfeleknek, de ezt szeretjük, ami nincsen egyen. Tehát, hogy van fönt 50 darab Fender gitár a falon, de aha, biztos, hogy az 51. szín kellene, amit nem lehet kapni Európába. Tehát ezek a kihívások. Aha. Mik a prioritások nektek itt, hogyha egy hangszerek terén, akár az, hogy fajta vagy márka szerint mi? Hát nézd, az igazság az, hogy mi, hogyha visszamegyünk a múltba, akkor mi mindig inkább a billentyű szekcióban voltunk nagyon erősek. Aha. És amikor megvan ez az új helyszín, ez az új légtér, itt nagyon kiemelkedő teret kaptak a gitárok. De ha majd szétnéztek, majd megnéztek, akkor ez látszik. És aha, mind akusztikusban, mind elektromosban, ahhoz képest, hogy nem kimondottan egy gitár-specifikus szaküzlet vagyunk, mert hát ilyen is van ugye az országban. Elég nagy a választék, és ezt elég jók is használják a vevők. Szerencsére az, hogy kézbe lehet fogni gyakorlatilag a 40 ezer forintos Squire-től. Ezért baromi fontos ez, bocsánat, hogy a szabadba vágok. Tehát a hangszerboltok legnagyobb előnye az online vásárláshoz képest, hogy itt be tudsz jönni és kézbe tudod venni a hangszert. Én nem ezt mondom mindenkinek, hogy ami gitárt vagy billentyűs hangszert, vagy bármilyen fúvós hangszert szeretnétek venni, az mindenféleképpen próbáljátok ki előtte. Erre például itt van ez a hangszerbolt is. Bármi még? Hát szívesen látunk mindenkit, mindenféle extrém kérése, amit csak tudunk. Egyet tudok mondani, hogy a mi csapatunk a zenészekért, a zenét kedvelők, hobbistákért és mindenkiért van évtizedek óta, most már azt lehet mondani, és legyen ez a részemre a végszó, várlak benneteket nagy-nagy szeretettel a csapattal. Tomi, köszönöm szépen az interjút, és most megyünk és körbenézzük. Nézzetek szét! Sziasztok! És akkor nézzünk is itt körbe a gitár szinten, ugye ez egy egész szint. Így. Szakértő gitáros kollégával. Gyorsan megfordítom a kamcsit és körbe megyünk, jó? Na tehát, ne menj el! Ja, bocs. Mit kell tudni itt a hangszerekről? Mi a prioritás? Mi az, amivel a leginkább foglalkoztuk? Ugye itt borzasztó sok klasszikus és akusztikus gitárt is látunk. Így van, leginkább egyébként a Fenderekkel szoktunk foglalkozni, aha, a Ibanezekkel. Illetve mostanában egy picit rámentünk az ilyen szigmás, jamahás, kortos vonalra is. Kortok, iban ezek, aha, Fenderek, és akkor ez így nagyjából ki is. Ez a mennyiség, amit itt látunk, ez nagyjából a állandó áru készlet? Igen. Tehát, hogy ennyi gitárotok, hogyha ide bejön valaki, akkor az szokott. Általában lesz. 90%-ban biztos vagyok benne. Jó, hát akkor ez most egy nagyon bagatell kérdés. Mennyi a legolcsóbb hangszeretek itt az akusztikus elektromos részen? Figyelj, 38,9 a Colt AD810, amit itt láttok. Ugye az már négynegyedes teljes gitár. Így van, az már egy nagyon-nagyon-nagyon szép hangszer. A legolcsóbb egy van Geryonnak a klasszikus szériája, vagy a Toledónak 13 000 forint. És mennyi a legdrágább? Azt hiszem, hogy 1,2 millió, egy Taylor. 1,2 millió, mondd ki egyszer, még egyszer hangosan. 1,2 millió. De vannak itt tényleg különleges gitárok.
Jó, tehát ez volt itt az első szinten az akusztikus és klasszikus gitár rész, persze erősítőkkel meg mindennel, így bármikor ki tudjátok próbálni. Beérkezünk a brutális elektromos gitár részlegbe. Így van, csodálatos Fender falunk Ernő kollégámnak köszönhetően milyen ez gyönyörűen néz ki. Ez mondjuk tényleg mutatós. Nagyon jó, hát úgy, mint én. Jó, hát várj, itt azért ezen gyorsan itt végig megyek. Így van, és úgy van, a legfelső sorunk az amerikai széria. Aha. Aztán ott vannak bent a basszusgitárok. Oda menjünk be. Hát ez elég menő. Így van, és akkor a második sor az már Mexikó, alatta is Mexikó. És talán van, igen, van egy Brad Paisley-nk, ami nem egy ilyen átlagos Fender gitor. Tehát mondhatjuk azt, hogy ti itt a Fenderben Magyarországon az elég erősek vagytok? Igen, mi vagyunk a hivatalos dílerei. Na, ezt akartam hallani. Na, és csak hogy tudjátok, idéntől az Ibaneznek is. Hoppálé. Prestige dílerséget kaptunk tőlük, igen. Akkor nézzük meg az Ibanezeket is. Most ez elég le van fogyva, mert mindenkinek nagyon megtetszettek. A GRX szériák például 63 ezer forintért hozzák, a Squire vonalat például, azt nagyon imádják. Ha jól emlékszem, ugye pont azt teszteltük a Dandó Zolikában. Így van, pontosan. Pontosan. Jogityok. Így van, és oda fönt a japánok, 700 ezer forintos kategória, az AZ S. sorozat. Aha. Igen. Úgy, ezt nézzük már meg még innen is, mert innen fog látszódni jó ez az Ibanez fal. Aha, hát van itt minden. Van bizony. Tim Henson modell, sima AZ. Ergék, és ez a vadi új? Ez a drágámnak a vadi új széria. AZS, igen. Aha. Most olyan várjuk az AZES szériát, amit fejlesztett az Ibanez. Az olcsósított. Az olcsósított. Milyen? Azon már tudunk nagyjából árat? Szerintem ilyen 120 körül. Micsoda. Aha. És állítólag hozza azt a szintet majd meglátjuk, hát meghallgatjuk. Na és akkor itt még mik vannak? Itt vannak még egy Yamahánk maradt, D'Angelico maradt egy pár kort. Aha. És Epiphone-ból két nagy testű Masterbuilt szériás például. Aha. Jó, erősítőkről még beszéljünk. Van-e csöves, van-e tranzisztoros, van-e multi-effekt? Van, képzeld el, hogy itt vannak a Roland megfejtéseink. Aha. Van a GT100-as széria, akkor van még a GT1000-es, de azt nagyon hamar elviszik mindig. Azt mindig újra kell rendelnünk. A katanák azok nagyon pörögnek, a Blues Cube-ot nagyon szeretik, aztán aha, a Nexstone, a kis Cube, a nagy Street EX. Ott vannak egyébként a... Ott vannak a csövesek, mert azért oda is megyünk oda a Fender cuccokhoz. Így van, itt vannak a csöves sztorik. Hát ezek már nagyon menő cuccok. Ezért mutassuk meg. Bárcsak lehetne egy ilyenem. Bárcsak nekem is. Igen, ő a kakuktojás, ez egy sima Champion 100-as. Gyorsan túl is megyünk rajta. Így van. Ez is a Super Sonic, ez nagyon jó, gyerekek. Igen. Blues Junior limitált edition, Bass Breaker limitált. Van itt minden, és akkor úgy szoktuk csinálni a dolgokat. Tokok, ezerféle. Így van, hogy a tokok teljesen bent. Ezek a gitárok, vannak egy gátortokjaink, ami leginkább ez a monóra hasonlít. Aha. Csak ők nem olyan drágán adják a cuccokat. Jó, és akkor ott basszus sztorik, itt ezen szoktuk kipróbáltatni a basszusgitárokat az emberekkel. Jó, és nyugodjatok meg, mert a húrok azok az első szinten vannak, mindjárt oda is lemegyünk, csak még nézzük meg itt a kütyűs részt, meg az effekteket, hogy abból mik vannak itt a jó. Ja, Blackstarok nagyon jók. Ebből mondjuk tudod, ez mindez a modellezős megfejtés. Igen. 10 watt, 20 watt, 40 watt. Nagyon jó. És akkor gyorsan nézzük meg még itt az effektezős dolgaitokat. Így van, itt vannak a jam pedálok, ez a görög termék, akkor a Chase Bliss-ből csak ez a kettő maradt. Ezek ilyen drága sztorik, tehát annyira nem kapkodnak értük. A Fender sztori, akkor az Ibanez-es kis pedálok, a mini pedál széria. Két régi Marshall. Multiból miket tartotok? Yes. Van a GT1-esünk. Aha, ami a nagy boss akkor szokott lenni. Így van, ami a nagy ezresnek a ilyen lebutított verziója. Akkor a Pod Wireless széria, akkor a sima HX Effect. Line 6-ek akkor Line magyarul. Line 6-ek, így van. Helixetek is van, Headrush is van. Van nagy Headrush is, az újat elvitték most. Van nagy Helixünk, igen. Új, itt meg várjál, itt meg még itt vannak a keményebb gityók. Itt vannak a metálok, így van, igen. A Jacksonok, illetve az LTD-k. Egy-kettő Sterling maradt, azt nagyon szeretik, inkább a basszus széria pörög. Aha. Gitárok annyira nem valamiért.
És akkor itt még ilyen kütyümütyük, a Boss kis pedálok például, kis Marshall, Crybaby-k, a kis, mit tudom, Zoom G széria. Gyakorlatilag itt kiegészítőtől, az erősítőn át, a dokon keresztül, a gitárig befejezve, effekteken átívelve, minden is. Igen. Yes. Hát Gergő, nagyon szépen köszönöm, hogy körbevezettél minket. Mi megyünk tovább a harmadik szintre, és megnézzük, hogy ott milyen cuccok vannak. Oké. Puszi. És meg is érkeztünk a harmadik szintre. Itt mindjárt szerzünk egy helyi kollégát, aki bemutatja. Úristen, itt is mennyi minden van. Keresünk valakit. Itt is vagyunk Tónival. Hello. Ő itt a stúdió szekció, illetve a dob részlegnek a mindenható ura, nem tudom, legalábbis, de ura, ő tud ezekről a cuccokról mindent. Tóni, menjünk itt végig, légy szó, hogy nagyjából miket találunk merre felé. Szóval, ha itt elindulunk mindjárt a részlegnek az elején, akkor ahogy belépünk, a hangosítási szekcióba lépünk, ami azt jelenti, hogy nem csak hangosítási cuccok, mert a stúdió szintetizátorok és a stúdióban szállt szintetizátorokat találjuk meg itt, a DJ pultoktól kezdve, a live és DJ keverőkön át, így vegyesen összeválogatva, szándékosan nem úgy van, hogy egyfajta dolog egymás után, hanem hogy mindig megakadjon valami a szem. Legyen miért kérdezni, legyen miért föltenni kérdéseket, amire mi tudjunk válaszolni. A vitrinekben mikrofonokat találtok, fülmonitorokat, ezekhez való kiegészítőket, vezeték nélküli vezetékes, akár hogy a sor elején a diktafonoktól kezdve a mobil felvevőkig mindenféle megoldással találkozhattok, teljesen márka függetlenül, ami azt jelenti, hogy elsősorban arra törekszünk, hogy minőségi terméket tudjunk adni, de nem arra, hogy egy adott márkából, hanem lehetőség szerint a piacot széles körben átölelve. Kiegészítők tekintetében itt MIDI kábelekkel, különböző SDI, timecode kábelekkel, stúdióban és professzionális felhasználásra szánt dolgokkal találkozhattok elsősorban. Vannak külön tematikus asztalaink, ami gyakorlatilag például ezt a Roland asztalt jelenti, az Aira termékek és egyéb Roland termékek tekintetében, looperek, grooveboxok, szintetizátorok, ugye külön DJ pult szekció kipróbálhatóan. Kipróbálható. Na erre akartam kitérni, hogy itt minden kipróbálható. Így van, nálunk minden kipróbálható, tehát nem két doboz kerülgetünk, mint egy rakás webshop, hanem gyakorlatilag itt, ami készleten van, azt nagyon szívesen kibontjuk nektek, ki tudjátok próbálni, kérdezni tudtok, ugyanis kollégáink felkészültek is ezekből a termékekből, tehát nem csak van. Olyan, mintha egész életedben erre az interjúra készültél volna. Yes, nagyon menő. Oké, menjünk itt tovább, ez a dob részleg. Így van, dob szekcióba lépünk át, két tematika van, ugye nagy megfeleléssel. Az egyik az, hogy van elektromos dob szekció, egészen a legmagasabb színvonalig. Most épp a TD50-es oldalt még összerakásra vált, de ez például a top szekciója már Rolandnak. Elkezdtük, csak eléggé sokan vagytok szerencsére, úgyhogy nem mindig van rá időnk. Akusztikus dobokból fönt a galérián van, több összerakva természetesen mind kipróbálható, nyilván itt lent is van, folyamatosan rakjuk össze az új termékeket, ezek mind-mind tesztelgethetőek. Cintányér. Így van, cintányér szekció ugyanúgy, tehát gyakorlatilag az összes ki van helyezve, dobverőt adunk és ki tudjátok őket próbálni, hardverek, kiegészítők, pólók, táskák, dobbőrök, lábgépek, tényleg tehát. Király, még nézzük meg ott azt a kis titkos szobát. Így van, a kis titkos szoba az gyakorlatilag a stúdió lesz. Ja, hogy itt van egy felépített stúdiót? Hívjuk így igazából. Sokan kérdezitek, hogy itt stúdiózunk is. Hát sajnos, vagy nem sajnos, ez relatíve honnan veszünk, de érdemi munka itt nem folyik. Demózásokat szoktunk csinálni, ami azt jelenti, hogy ki tudtok próbálni, össze tudtok vetni stúdiómonitorokat, hangkártyákat, mikrofon előfokokat, mikrofonokat akár. Ezeket nyilván a falról azért vannak ezek kitéve, bármikor polcra helyezhetőek, bármikor lerakhatók az asztalra, össze tudjuk őket rakni, mikrofont, mindent, tehát tényleg. Úgyhogy ezért tényleg van jó sok dolog. Igyekszünk nyilván egy kicsit, ugye látszik egy-két fokhíjas polc, ez a post-covid szituáció eredménye sajnos, hogy a gyártók nem mindenből tudnak szállítani, de rajta vagyunk legjobb tudásunk szerint, hogy ezeket pótoljuk, és nyilván alternatívákat mindenre tudunk találni, de a piac legkeresettebb termékei azok általában készleten vannak. Csak kedves gyártók, most megakadt a szemem egy terméken, ezt most itt mondom, hogy én egy ilyet szeretnék valahogy szervezeteknek. Wireless Go? Sokkal hatékonyabb lennék, mint mondjuk ezzel a kábeles rengeteggel, ami itt a kezünkben van. Amellett, hogy a divatos termékekre nagyon nagy hangsúlyt felhelyezünk, van saját véleményünk is. Ez azért fontos, mert hogyha esetleg kíváncsi vagy arra, hogy mi az, amire mondjuk lehet, hogy nem olvastál, de sokkal jobb végeredményt ad, mint amiről olvastál, és lehet, hogy még az ára is jobb, akkor érdemes kollégáinkat kérdezni, mert nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy megoldásokat találjunk nektek. Azért fontos a megoldás, mert hogyha én olyan terméket adok neked, amit te örömmel használsz, akkor nem fogod visszahozni, nekünk meg nem kell kétszer ugyanazért a pénzért dolgozni. Yes. Win-win. Hát akkor
fejhallgatókból is igyekszünk minél nagyobb kínálatot biztosítani. Várjál, akkor még visszafordítom. Fejhallgatókból is igyekszünk minél szélesebb kínálatot biztosítani fülmonitorok tekintetében, fejhallgatók, fülhallgatók, kiegészítők, fülillesztékek. Tényleg, amit el tudsz képzelni, azt igyekszünk biztosítani. Teljesen márka független, mint ahogy mondtam, tehát igazából nem az a cél, hogy valamire fókuszáljunk, hanem a megoldás a lényeg, hogy olyat találj, ami neked szükséges. Yes. Hát Tóni, nagyon szépen köszönjük a részletes bemutatót. Ez volt a Hangszerpláza harmadik szintje, ugye? Így van. És most lemegyünk az első szintre, ahol ami fogad benneteket, amikor beléptek a boltba, és megnézzük, hogy ott mik vannak. És már is itt vagyunk az első szinten, ez van át, hogy fogad benneteket, hogyha bejöttek ide a Hangzárplázába. Donát, szervusztok, becsületes nevén Funky, fog minket itt végigvezetni, megmutatja, hogy itt milyen hangszerekkel és mindenféle kis kacattal találkozhatok. Gyerünk! És akkor nálam van a szó. Alapjában véve az első szinten digitális zongorákkal találkozhatunk, Yamahákkal, Rolandokkal, Dexibellekkel és Korgokkal. Először akkor menjünk itt végig, hogy itt vannak a, gondolom ezek itt, itt a, vannak a Yamahák. Nem, ezek a menőbb Yamahák. Ezek a menőbb Yamahák, a legalapabb digitális zongorától kezdve, tehát a P45-től a csúcs kategóriáig nagyjából mindenből van kiállítva. És akkor ez azt jelenti, hogy ezek megvásárolhatók, vannak készletek. Így igaz, ki is lehet őket próbálni. Nagyon szívesen várunk mindenkit, aki hangszervásárlás előtt el. Yes. És akkor ezek már feltűnt, hogy ezek másféle hangszerek. Ezek már itt a Dexibellek. Az mit jelent? Ez a márkája? Ez a márkája, ez egy... hoppá, közben bocsi, a... ez egy Rolandtól kivált fejlesztőcsoport. És mitől speckó? Olaszországban készülnek, nagyon frankó a dizájn is, kevesebb hangszínt tudnak, mint a piacon más társaik, viszont azok sokkal szebben szólnak, és rengeteg hiánypótló termékük is van, például klasszikus orgona hangszínek, tehát amit klasszikus zenében használnak, nagyon és hasonlóak. Jó. Itt hátul kísérő automatikás szintetizátorok vannak elsősorban, illetve színpadi digitális zongorák. Plusz van egy rendes Hammondotok? Nem is egy. Ja, bánta, hogy ez csak a Leslie rész? Ez a Leslie része, van egy kettes manuál pedálsorral együtt, meg vannak még kisebb hordozható kompakt verziók is. Hát ez menő azért. Az menő, igazából Európában, ha jól tudom, három ilyen kiállítás van. Aha. És ezeket is ki lehet próbálni bármikor. Itt akkor még mindenféle, ezek már ilyen... Kísérő automatikától kezdve itt a stage zongorákon keresztül minden. Rolandok, Korgok, Yamahák szintén. Gyerekeknek való kezdő szintetizátorok is azt vannak. Azt is mutassuk meg mindenféleképpen. Aha, ezek azok, ugye? Aha, elsősorban. Na és akkor még menjünk ide. És itt van a pult, illetve a bazársor. A bazársor, igen. Na igaziból ez fog itt benneteket fogadni, amikor megérkeztek. Itt aztán mindent megtaláltok, kezdve a kábelektől, az ukuleléken át, rengeteg herfli, illetve gitárhúrok minden választékban, amiket én nagyon szeretek, és a kis gyerekeimnek tartom őket, és imádom már csak fogdosni őket, mint a cukorkák, vagy a lemezek. Hát, nem tudod, hogy hányfajta húrotok van? Nem, viszont Rotosandból az összes megtalálható nálunk, nagyjából mindegyik típus, ha nem is mindegyik méret, de mindegyik típusból van. Ugyanígy Örniballból is rengeteg. Pengetőből, Ibanezekből van rengeteg, Dadario pengetők, Dunlop nyilván. Ja. Ezeket is megmutatom. Tetszik nekem mutatni úgy hogy mit lehet. Itt éppen szakmai tanácsadás. Itt is pengetés, itt ukulelék. Kápók, nádak is vannak, fúvós hangszerek, aha, ez rengeteg. Hú, tényleg, fúvós hangszer van-e? Fúvós hangszer az annyira nincsen, inkább rendelésre szoktuk, aha, őket hozni, de van néhány trombita is, fúvolák is vannak, szaxofonból is van néhány, úgyhogy azt is találunk éppen. Hát gyerekek, ez volt a Hangszerpláza, három szint. Gitárszint, stúdió, technika, dob, illetve lent a szinti, meg a mindenféle kiegészítő szint, vagy mindenféle kiegészítő cuccok. Hogyha pont ilyen dolgokra van szükségetek, akkor pont ebbe a boltba kell jönni, de ami nagyon fontos, hogyha a hangszert vásároltam, akkor mindenféleképpen menjetek be és próbáljátok ki. Igaz? Így biztos, hogy nem értitek egy csalódást. Köszi szépen, hogy megnéztétek, remélem, hogy tudtunk segíteni. Ha tetszett a videó, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, és folytatjuk ezt a sorozatot. Sziasztok!